Majdnem meghalt az egyik legsikeresebb magyar teniszcsillag. A világhírű Cink Melinda egy évvel ezelőtt meccs közben a pályán lett rosszul. Kórházba került, de rossz intézménybe vitték, miközben perforált a vakbele, 20 órán át nem jutott be a műtőbe. Mostanra került olyan állapotba, hogy a drámáról beszélni is tudjon. Azt mondja, egy órán múlt az élete. Rossz kórházba szállítottak, nem a megbeszélt helyre. Vakbélet diagnosztizáltak már reggel, és csak másnap hajnalban műtöttek meg. Életveszélyben voltál? Akkor már igen. A világ 30. női teniszezője volt, ez hatalmas eredmény. A legstabilabb magyar játékos a nemzetközi élvonalban. Az akkoriban világ első, jelenleg 7. Maria Sharapova ellen ilyen pontokat ütött. Játszott a jelenkori női tenisz legjobbjai, valakik közül sokat legyőzött, és volt, hogy a legjobb Serena Williams is csak nehezen gyűrte le. Cink Melinda jelen volt a női tenisz világában. Aztán tavaly júniusban történt valami. Egy birminghami versenyen mérkőzés előtt érezte, hogy nagyon fáj a hasa. Minden versenyen megvan a protokoll, hogy verseny alatt meg van beszélve egy-két kórházzal és orvosokkal, hogyha ilyen esetekben, vagy egyszerűen csak egy röntgen vagy egy MRI esetében hova viszik a játékosokat, ahol rögtön az orvosok rendelkezésükre állnak. Ezúttal nem álltak. Melindával és ügyvédjével, Rónai Péterrel nem véletlenül nem egy teniszpályán beszélgetek. Melinda éppen, hogy túlélte vakbélgyulladását. Alig egy óra múlt az élete. A kórházban, a műtőben vagy az orvosok kapacitása nagyon alacsony volt, és 20 órát kellett várnom a műtétre. Ezen a ponton fontos elmondani, hogy ha valaki tagja a Nemzetközi Női Teniszszövetségnek, vagyis a WTA-nak, nem 3 filléres tagdíjért cserébe, akkor pontosan szabályozva van, hogy mi a teendő, ha valaki rosszul lesz. A gyors és profi kezelés része a játékosok biztosításának. Ezt a belső szabályzat is rögzíti, ebbe szeretne belenézni a teniszező ügyvédje. A WTA, WTA nem akarja mind odaadni, és azért is menjünk a bíróságra, hogy erővel ki tudjuk hozni a szerződést. Nekem ez nagyon gyanús, hogy miért nem mutassák meg. Melinda, aki az interjú közben többször is a műtét helyére nyúlt, láthatóan össze van törve, lelkileg is, főleg a birminghami bánásmód miatt. A műtét után, amilyen szobába raktak, fertőzőbeteg voltam, fertőzés veszélye állt fent, és beraktak 6 haldokló ember közé. A magára hagyott teniszezőért csak egy családtagja mehetett ki a birminghami kórházba. Testvére mindent félredobott, hogy segítsen, amikor viszont hazaért, kirúgták a munkahelyéről. Az első műtét után még 2 műtétre volt szüksége, mint Magyarországon, hogy tájgokat és különböző fertőzéseket eltávolítsanak az első műtét miatt. A harmadiknál, amikor egyszerűen tényleg az izmokat átvágták, és az egész hasfalat kinyitották, és a szerveket kipakolták, úgy tudták. Azt akarjuk, hogy ez ne történjen más játékosokkal, és a WTA, a WTA az egy nagyon nagy cég, és nem lehet őket börtönbe tenni, szóval sajnos csak úgy kell büntetni egy ilyen céget, hogy ne történjen még egyszer az, hogy pénz. Megkeresték már a teniszszövetséget, ahogy mi is, de ahogy ezen a most érkezett levélen is áll, ők úgy látják, mindent a protokoll szerint tettek és nem hibáztak. Azért az is sokat mond, hogy az ügyvédet viszont telefonon hívogatják a WTA-tól. Akarnak beszélni a ügyről és megegyezni, de én szerintem én nem akarok még egyezni, inkább először perelünk, hogy akarjuk, hogy tudják, hogy komolyok vagyunk, és ez nem egy vicc, mert majdnem megölték. Közben, az őszintén megmondom, annyira fájt mindig mindenem, és olyan rosszul éreztem magam, hogy nem nagyon tudtam ezen gondolkodni, csak arra tudtam gondolni, hogy legyek jobban. Amikor ennek mind vége volt, akkor az volt a legelső, hogy én ezt nem akarom. Most mégis edz. Igaz, mivel hasizma még nem gyógyult meg, a háta dolgozott túl sokat, és most az is megsérült. Csügget, de reménykedik, és azt mondja, ha megnyerik a pert, a pénz jó részét egy sportot támogató alapítványnak adja majd.